A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozói fórumot szervezett, ahol a cégvezetők első kézből tájékozódhattak arról, hol tartanak Paks 2 építésének előkészületei, és hogyan tudnának profitálni ebből az európai szinten is jelentős beruházásból. A legfontosabb, hogy a Tolna megyei vállalkozók hogyan tudnak ehhez kapcsolódni, mennyire tudnak ebben részt venni, és gyakorlatilag azt szeretnénk az erőmű által előadóktól, hogy pontosan határozzák meg, hogy mit várnak a Tolna megyei vállalkozóktól. A vállalkozók részéről nagy az igény, persze az elvárások is nagyok, és azoknak a teljesítése az nem egy könnyű dolog. Azért szeretnénk őket felkészíteni erre a beruházásra, mert minél tovább tart az felkészítésük, annál sikeresebb lehet a vállalkozók részvétele. Korcsmár István, az Aliska Bau ZRT vezérigazgatója azért jött el a találkozóra, hogy megtudja, mikor indul el ténylegesen a beruházás. Paks 2 ugye az évszázad beruházása. Most már belátható időintervallumban belőre került, hogy elkezdődik, és hát az építőiparnak ez most nagyon hiányzik, hiszen nem a legszebb korszakunkat éljük, és kíváncsi vagyok, hogy ténylegesen mikor dődül el a képzeletbeli rajtpisztoly. Én azt gondolom, hogy Magyarország körüli államokban nincsen olyan építőipari cég, aki ne számolna ezzel, hiszen hát, ahogy előbb is mondtam, itt ugye sok ezer milliárd forintról beszélünk. A cégvezető azt mondja, szerinte valamennyi a térségben működő cég teret kap majd a munkák során. Én azt gondolom, hogy az úgynevezett kerítésen belüli munkák megmaradnak a nagy konzorciumoknak, a kerítésen kívüli munkákban pedig abszolút esélyt látok arra, hogy akár Tolna megyei vállalkozások, akár az országban jelenlévő vállalkozások, konzorciumot alkotva tudjunk dolgozni, hiszen mindenkinek ez az érdeke. Lenkei István, a Paks 2 ZRT vezérigazgatója elmondta, sok új információval készültek a megjelentek számára. A létesítési engedéllyel kapcsolatos információk hangzanak el, gyakorlatilag az követő építési engedélyhez kapcsolódó helyzetnek a mutatása következik, reaktortartálygyártási engedély, úgynevezett zónaolvadékfogó gyártási engedélynek a bemutatása, a főépület építési engedély, hozzá kapcsolódó kiszolgáló épületeknek a engedély beadásáról fogok beszélni. És hát gyakorlatilag ezek az engedélyek bent vannak ma már a maradéktalanul az Országos Atomenergia Hivatalnál, és arra várunk, hogy a hivatal a eljárási időnek megfelelő időtartamon belül elbírálja és kiadja. Reméljük pozitív engedélyt ad ki, tehát megadja az engedélyt, és onnantól kezdődben gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a területen belül az első nagy építkezési rész, majd a alaplemez, ami 2023 elejére van tervezve, megkezdődhet. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, természetesen kell egy jó néhány technológiai előkészítés, résfalazás, talajmegerősítés. A Duna közelsége miatt kell egy résfal, ami tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve a vízmozgást megakadályozza a földkitermeléskor. A talajmegerősítés, ami a helyszínnek az adottságaiból következő mérnöki megoldás, ezeket végre kell hajtani, ezt követően ki kell ásni a úgynevezett gödröt, és majd pedig 2023 első negyedévében a terveink szerint az első betont fogjuk önteni, tehát akkor indul el a belső épületeknek a legfontosabb munkája. Sose késő. Ami most folyik, az a felvonási területnek az építése, még itt is van. Sok épület épül már most is, újabbak is vannak, 30 engedélyünk van gyakorlatilag a felvonási terület épületeire, tehát gyakorlatilag ott a folytatásban is már most is benne lehet lenni, és amikor jön a főépületnek és főépület környéki technológiáknak az építése, az még előttünk áll, tehát az teljesen nyitott. Becskeházi Attila a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkára a kerítésen kívüli fejlesztésekről számolt be a találkozón.
Elmondta, hogy ezek olyan beruházások, amik elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy ez az erőmű megépülhessen. Közútfejlesztés, vasútfejlesztés, lakhatási kapacitás biztosítása a munkavállalók számára. Ugye itt ugye a maximum az 12 ezer és 15 ezer között lesz családtagokkal együtt. Ezeknek meg kell szervezni a lakhatását. Különböző típusú lakásokat, illetve lakáskapacitást kell fejlesztenünk, ehhez közműveket kell fejlesztenünk. Magához a beruházáshoz is, akinek mondjuk valamit ez a szám, hogy 126 köbméter per óra ivóvíz szükséglete van, ez azt jelenti, hogy új kutat kell fúrnunk, a városnak, mármint Paks városnak a közműhálózatát fel kell újítani, hogy be tudja fogadni mind a szennyvíz oldalon, mind az ivóvíz oldalon ezeket a fejlesztéseket, ezeket az új lakhatási kapacitásokat. Amúgy, és ezeken túl Szekszárdon technológiai központot fogunk fejleszteni, a volt húskombinát. Négy évvel ezelőtti megvásárlása óta nagyon sok minden történt, tehát el fog indulni ez a fejlesztés, tervek megvannak, elkészültek. Azon a területen egy új hűtőházat fogunk építeni, beruházni, erre a forrás is megvan. A Paksra érkező 15 ezer embernek az élelmiszerellátást is meg kell majd oldani, de oktatási programokat is indítanak az orosz gyerekek számára, hiszen lesznek olyanok, akik családostul évekig itt laknak majd. Nagyjából úgy működik ez a rendszer, hogy az orosz fővállalkozó tenderen választja ki az alvállalkozóit. Ezek általában nagyobb tenderek, tehát kis és közepes vállalkozások ezeken a tendereken nem tudnak indulni. Nagyobb tenderek, akár esetenként több százmillió eurós beruházásról van szó, vagy részberuházásról van szó. Viszont ezek a cégek, akik elnyerik ezeket a tendereket, ezek általában szeretnének magyar alvállalkozókkal dolgozni. Nem mondanám azt, hogy nagyon könnyű az együttműködés ezekkel a nagyvállalatokkal, de igyekszünk segíteni és megkönnyíteni a kooperáción. Az információ hatalom, és szeretnék, ha mindenki hatalmassá tudna válni a megyében, mondta Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter. Hozzátette, a két új blokk építéséhez szükséges munkaerő mintegy 40%-át magyar vállalkozók fogják majd adni, ezért érdemes az információs pontokon is tájékozódni. Lassan azért az egyes fázisból, ami tervezés, előbb-utóbb csak beérünk a kettesbe, ami a kivitelezés. Ugye most is zajlanak munkák, fölvonulási területen 18 épület építése megy, 31-re van engedélyünk, tehát ha azt gondoljuk, hogy ebbe a munkába bárki be tud kapcsolódni, az orosz versenyeztet mindent, vannak információs központjaink, ahol információhoz lehet, csak ebben a kölcsönös információ cserébe el tudunk jutni talán oda, hogy minél több környékbeli vállalkozó dolgozzon majd bent a területen. A fővonulási az 118 műtárgy, abból 80 épület, tehát ott az orosz félnek egyértelmű deklarált szándék, hogy lehetőleg több magyar partner kerüljön be. Versenyezni kell, társulni kell, majd elmondjuk, hisz van, aminek nagy értékű, egymaga egy vállalkozás nem biztos, hogy ki tudja szolgálni, de most is dolgoznak pillanatnyilag is szekszárdi vállalkozók a területen. A tárca nélküli miniszter hozzátette, bár nem tudják garantálni a bekerülést, arra buzdít minden vállalkozót, hogy jelentkezzen. Nemzetközi beszerzés, orosz fő vállalkozó írja ki, ő dönt, mi csak a minősítésbe veszünk részt, tehát ha mi nem tartjuk alkalmasnak azt a vállalkozót, akit ő kijelölt, akkor nem járulunk hozzá. Egyébként mindenkinek maga kell, hogy ezt kiharcolni, ebben nem tudunk. Ráadásul nemzetközileg is figyelve van, hisz elő van írva az unió részéről is, hogy 55%-át nemzetközi tenderbe kell. Ugye van az államközi szerződés, ami az van, hogy lehetőleg 40% magyar munka legyen. Tehát az oroszban kell előírta, hogy 60%-át oroszok végezzék, ha ő 80%-át adja a hitelnek. Tehát ezért abban is lehet előre haladni,
hogy közös vállalkozást kialakítani, mert akkor orosz magyar, magyar külföldi, akkor ugye ebbe a szegmensbe, ez a 155%-ba a közös metszék van, akkor ilyen úton, amolyan úton is be lehet férni. A maga kettes fázis, mert ugye, mint mondtam, az épp, a fővonulási épületek épp most zajlik, tehát aki már a hatoson autózik és benézsz le, gyalultuk a területet, előkészítettük, tehát látható, amit csinálunk. Ha zajlik a főépületre, azt gondoljuk, hogy áprilisban, májusban lesz engedélyünk, de ez a hatóság munkáján múlik, hogyha mi még tesz föl kérdést, akkor ahhoz szuverén joga van, akkor majd válaszolunk, de ma a beadott dokumentációk alapján úgy gondoljuk, hogy április-májusban meg fogjuk tudni kapni az összengedélyt. Mert nem csak a létesítési engedély szükséges az építkezéshez, hanem másik 10 engedély megléte is kell, és akkor tudjuk azt mondani, hogy na, átléptünk az előkészítés fázisából az építkezés fázisába. Tehát valószínűleg idén májusban megkezdődik a 12,5 milliárd eurós beruházás építése Pakson. Az először elkészülő új blokkot pedig 2029-ben vagy 30-ban üzembe is helyezhetik.